Köszöntök mindenkit! Március 8-a van, pontosan 2 hét telt el a gyökeresztetés kezdete óta. Most ellenőrzöm a hőmérsékletet, a hügyeket, és meg fogom nézni a vesszők gyökérkéit, hogy előtörtek-e már. A helyiségben nagyon ideális szerintem a hőmérséklet, 11-12 Celsius fok van. A gyökeresztető közeg hőmérséklete nem túl meleg, majd fogok rá adni egy kicsit talán, míg a 26 fokot sem éri el. Az is igaz, hogy ennek a viszonylag nagy ládának nem mindegyik részén ugyanez a hőmérséklet. Akár 2-3 fok eltérés is lehet, de ez nem probléma szerintem, csak arra figyelek, hogy 30 fok fölé ne menjen a hőmérséklet, és ugye ne menjen egy ilyen 23 fok alá, már a 20 Celsius fok is megfelelő, hát még ilyen 26-28, az nyilván gyorsabb és tökéletesebb. Tehát először megnézem a vesszőknek a rügyeit, mert itt láttam már, ez a rügy töri a parafint egy kicsit, nem bír magával, de hát ez semmi, tehát hogyha megnézik a többi rügyet, gyakorlatilag nulla a megindulásuk, szerencsére. Úgyhogy ez így teljesen rendben van. A gyökeresztető közeget időnként nedvesíteni kell. Én ezt ilyen 3-4 naponta egy 2-3 deciliter vízzel ebbe a két ládába. Összesen körülbelül annyit el szoktam azért locsolgatni. Hát 2 decit mindenféleképpen langyos vizet. Tehát a hőmérsékletek rendben vannak, a rügyek rendben vannak, most megnézem a gyökereket. Hát találomra kiválasztok, mi legyen. Itt van egy ilyen jó vastag. Megnézem ezt a jó vastag összőt. Hát itt különösebben nem indult meg semmi, ott valami fehéredik. Hát ennek még idő kell, nyilván egy picit meg van duzzadva, de egyébként semmi. Hiába, ez még csak 2 hét, nem sietünk. Megnézek most a másik részének a ládából. Kiválasztok egyet. Nézd, itt ennek is pattanik egy picit a rügye. Kicsit leveregetem a... Hoppá! Ezek már gyökerek. Ezek már gyökerek. Nagyon szép. Hát igen, ezt már lehetne konténerezni. Ez túl korán van tulajdonképpen. Lehet, hogy majd válogatnom kell, ugye, hogy lesz, ami már megindult, lesz, ami pedig még sehol nincs. Nézzük ezt a nagy esdát. Ezekre nagyon kíváncsi vagyok. Hú, hatalmas. Hát igen, ezen el kell gondolkodnom. Én még nem akarok konténerezni. Ez elgondolkodtató, hogy ezeket én még itt szeretném hagyni. Még egyet megnézek, de többet nem. Na, melyik legyen? Legyen innen leghátulról. Van egy vastag. Elég jól rá van tapadva a gyökeresztető közeg, így leütögettem. Hát igen. Ez is. Hát most ennek örülnöm kell, mert ugye működik. Tehát a gyökerek ott vannak, rügy pedig teljes alvó állapotban. Az igaz, hogy a parafint azt áttörte. Azt hiszem, hogy el kell kezdenem konténerezni. Valószínűleg akkor az egész állományt, az összes vesszőt át kell nézzem, és azokat, amiknek ilyesmi gyökerei vannak, azokat konténerezem, a többit pedig hagyom. Még egyet megnézek, mert ez nagyon érdekel, hogy fúha, hát ez is. Igen. Hát összegezve a dolgot, 2 hét alatt ennyit nőtek a gyökerek, ennyit számít a gyökeresztető láda. Hát remélem, hogy a
rügyek is elő fognak törni, hamarosan kiderül. Hát akkor, ha ma nem is, de következő napokban neki kell állnom konténerezni. Az elmúlt napokban érkezett néhány kérdés. Csemege szőlőket akarok telepíteni saját részre, és az ernyőművelést szeretném majd alkalmazni, viszont némely csemege szőlőfajtának nem lesz jó az a fajta művelési mód. Talán a 3 méteres tőketávolság jó lenne? Az ernyőművelés bármelyik csemege szőlőfajtának alkalmas, hiszen szálvesszős metszés. Csak a szálvessző nem egyenesen van két oldalt elvezetve, hanem a két szálvessző ívelten jobbra-balra le van hajlítva. Mégpedig azért, mert így kisebb a terület igénye a tőkéknek. Tehát ez egy régi, hagyományos művelési mód, régebbi szakkönyvek is egyértelműen az ernyő művelést a csemeges szőlő termesztéshez alkalmas művelési módnak írják le, hiszen hosszú meccés, és a csemeges szőlő termesztésnél erre van szükség. Ugyanakkor, hogyha a tőkék távolsága nem 1 méter vagy 1 méter 10, hanem 1,20, 1,50, akkor ezeket a hosszú szálveszőket oldalt egyenesen is el tudja vezetni. A hosszú szálveszős művelés módhoz az 1 méter 20, 1 méter 50 cm-es tőtávolság megfelelő lehet. Amennyiben egy tőkéről nagy termést szeretnénk, 20 kilót, 30 kilót, mit tudom én, bármennyit, akkor nyilván nagyobb termőterületet kell ezeknek a tőkéknek biztosítani, tehát itt indokolt lehet, hogy 3 méterre ültesse őket. De hogyha több fajtát akar és kicsi terület áll rendelkezésére, termeszthetőek ezek az új fajták, ezek az ukrán-orosz fajták, termeszthetőek sűrűbb tőtávolságon is, sűrűbbre is ültetheti ezeket a fajtákat, csak ugye nem várhat tőlük olyan óriási termést. De teremni fognak. Tehát hosszú meccésen, 8-10 rügyön, feltétlen, mindenféleképpen, bárhogy hajlítja a vesszőket, azok teremni fognak. Talán a 3 méteres tőketávolság jó lenne? Hát természetesen jó lenne egy idő után, nagy termőterület van, de ehhez mindenféleképpen szükséges az, hogy azok az oltványok vagy gyökeresztetett csemeték, amiket ültet, azok nagyon erőteljesek legyenek, hogy ezt a területet később ugye benőjék. Előfordulhat az, hogy gyenge csemetéhez jut, ami aztán hiába van ott az óriási termőterülete, nem lesz belőle olyan erős tőke, hogy ezt a termőterületet ki tudja használni rendesen. Nekem a javaslatom az, hogy egy 30-150-es tőtávolság bőven elegendő csemeges szőlő termesztéséhez. Fásba fásoltás ideje a nedvkeringés megindulása előtt, vagy akkor érdemes ezt végezni, mikor már megindult a könnyezés. A fásba fásoltás az én esetemben a törzsbe szemzés. Tehát én akkor alkalmazom a fásba fásoltást, hogyha sajnálom egy átoltandó tőkének a törzsét elveszíteni, nem akarom kivágni, és ezért helyezek szemeket a törzsbe. Ez ugye fásba fásoltás, vagy szemzés. Nálam ennek az ideje április közepén van. Én nem végzem ezt korábban, lehet, hogy eredményes lenne úgy is, de vegyük figyelembe azt, hogy az oltáshoz, tehát a forradáshoz mindenféleképpen bizonyos melegre van szükség, tehát egy ideális hőmérsékletre, ami februárban, márciusban még azért nincs meg. Még jöhetnek fagyok, nagyon hidegek, ami ennek a forradásnak, sebb forradásnak alkalmatlan. Én ezért állítottam magamba ezt a szabályt, hogy április közepén végzem ezt az oltásmódot. A törzsnek a visszavágását pedig előtte egy-két héttel, akkor kifolyja magát egy kicsit a tőke, és utána rá, a visszavágás után 2 hétre körülbelül sikeresen végezhető ez a művelet. Az alábbiakban kérném a tanácsát. Teleki 5 C alanyra oltottam, a hőmérséklet 26-28 Celsius fok, nagyon jó. Egy hét után észrevettem, hogy a rügyek megpattantak, növekedésnek indultak. Mivel a forradáshoz 3 hét szükséges, addigra a hajtások is meg fognak nőni. Mennyire jelent ez problémát, illetve vissza kell-e fogni, és hogyan a hajtások növekedését?
megpattantak a rügyek. Ez igazából nem annyira probléma, hiszen a nagyüzemi oltvány készítés során is megpattannak a rügyek. Amikor oltóládákból kiveszik az oltványokat, akkor utána ezeket a kitört hajtásokat újra parafinozzák, és ezután májusban ültetik ki szabadföldre. A szőlőnek ugye tudjuk összetett rügye van, tehát hogyha kipattanik egy rügy, már pedig általában a fő rügy pattanik ki, akkor utána még a mellékrügyek is megindulnak később, megindulhatnak később. Le is szokták törni, vagy vissza szokták csípni ezt a megindult hajtást. Ha ezt utána leparafinozza újra, meg fog majd indulni. Visszafogni nem lehet, hiszen hidegre nem teheti, mert akkor a forradás nem folytatódik rendesen. El kell ezt fogadni, és javaslom, hogy a későbbiekben próbálja meg ezt az oltást későbben végezni. Március 10-én megvolt az őszi barackfák lemosó permetezése. Rézzel permeteztem őket. Már nagyon kimozdult állapotban vannak a rügyek. Remélhetőleg holnaptól megszűnnek a hideg reggelek, és akkor bízhatunk benne, hogy szép termésünk lesz őszi barackból. Köszönöm a figyelmet! Hamarosan megjelenik a képernyőn egy lejátszási lista, amelyre kattintva könnyen elérhetővé válnak a szőlő metszésével, oltásával és gyökeresztetésével foglalkozó régebbi videóim. Kérem, tekintsék meg őket, írják meg kérdéseiket, tapasztalataikat, további szép napot, jó kertészkedést kívánok, viszontlátásra!